Pénteken már állt a színpada, a rendezvényhez szükséges technikát is állították össze a szakemberek, eközben az árusok standjai is megérkeztek a Szekszárdi Béla király térre. Itt tartották volna ugyanis az Éjjel Szekszárd frakció által kezdeményezett őszelő nevű 10 napos programsorozatot. A szervezéssel a többségi frakció által vezetett kulturális bizottság javaslatára a szintén az Éjjel Szekszárd tagokból álló gazdasági bizottság egy magáncéget, az Antrit Eventet bízta meg több mint 3,6 millió forintért. Ezzel együtt felkérték a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft-t, hogy működjenek közre a programok szervezésében. Be kell kérni és el kell készíteni a biztonsági tervet, a kiürítési tervet, a szimulációt és a tűzvédelmi engedélyeztetést is végre kell hajtani. Ezeket az engedélyeket kell beszerezni egy ilyen rendezvényhez, valamint területhasználati engedélyre is szükség van. Ez a folyamat viszont időbe telik, nagyjából 20 napba. Ezt mondja a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetője. Zsikó Zoltán ezt jelezte is a Kulturális Bizottság elnökének, Csötönyi Lászlónak. A rendezvény eredetileg tervezett időpontján viszont az Éjjel Szekszárd nem változtatott. Van egy nagyon jól érthető jogszabály, ami kimondja azt, hogy 500 fő alatt lehet rendezvény szervezni, abban az esetben, hogyha tudjuk garantálni és biztosítani a rendezvény helyszínén az egy időben történő 500 fős létszámot. Na most a Béla király téren nem megvalósítható a jelenlegi keretek között az, hogy az 500 főt tartsuk. Zsikó Zoltán ezért pénteken bejelentette, felfüggeszti a rendezvénysorozat szervezését. A terület használati engedélyt Ács Rezső, a város polgármestere adhatja ki. Ő viszont a koronavírus terjedése miatt állásfoglalást kér több szakhatóságtól. Többségi frakció, 8 fős frakció, egy magán tulajdonú vállalkozás zsebébe akart pénzt tenni úgy, hogy a szekszárdiak egészségét kockáztatja, hiszen nem voltak biztosítva azok a feltételek, amelyel az elkülönítés, az egyértelmű járványhelyzetnek a kezelése meg lett volna oldva. Hétfőre már megjött a katasztrófavédelem és a kormányhivatal állásfoglalása is. Előbbi hatóság egyértelműen közölte, hogy a rendezvénynek semmilyen engedélye nem volt, így azt tilos megtartani. A kormányhivatal pedig azt írta, hogy még akkor sem lenne a járvány szempontjából biztonságos egy tömegrendezvény, ha kordonnal választanák le a fesztivál helyszínt. Mindenekelőtt én azt mondom, hogy a résztvevőknek az egészségi állapotának a megőrzése, hiszen Pakson már nagyon szigorú előírások vannak érvényben, vélhetően Szekszárdon is meg fog jelenni majd maga a vírus. Egy ilyen rendezvény pedig kiváló telepet szolgálhatna arra, vagy ahhoz, hogy ez a vírus terjedés felgyorsuljon, és veszélybe sodorjuk a fiatalokat, középkorúakat és főleg az idősebbeket. Ternán Gábor, az ország egyik legelismertebb virológus professzor azt mondja, hogy a járvány idején akár emberéleteket is követelhet egy tömegrendezvény. Azok a példák, hogy itt gólyatáborban, meg ilyen helyeken terjedt a betegség, mondjuk itt Baranyában is, meg egyetemi városokban, tehát fiatalok körében, úgy ilyen esemény során komoly lehetőség van arra, hogy tovább terjed a vírus. A koronavírussal megfertőzöttek száma eközben napról napra rohamosan nő. Az országban csak vasárnap 576 új esetet regisztráltak.